mindenféleképpen szerintem le kéne brékelnie most De Souzát. Minél tovább tolja ezt az opciót a mérkőzésen Peter Wright, annál nehezebb dolga lesz, mert hát azért mondjuk nem mindegy, hogy 6-4-nél csinálsz meg egy bréket, vagy mondjuk 8-6-nál próbálod megcsinálni, ahol már ugye eljut a vezető játékosod, hogy egy leg válassz el a győzelemtől. De hát ez De Souza is nagyon jól tudja. 100-zal kezd a portugál. Százas az is. Ez most csak 60 De Souzától. Most egy 180 sokat lendítene Wrighton, az már biztos nem lesz. Egy százas viszont igen. Száznegyven De Souzától. 180 kellett volna ahhoz, hogy lejöjjön kiszállóra. Hát most már viszont innen kéne két tripla Peter Wrightnak. Az első megvan. Jön a második is. Nem. Egál, igen, így szép lassan jönnek lefelé, és így talán a kiszállón fog majd múlni. Úgyhogy ez így alakul továbbra is, kivéve ha most nem rontja el José De Souza, és dob egy százat megint. Egy nyugodt ötkörös lehet belőle, teljesen fej-fej mellett. Wright eddig százassával haladt lefelé. De ha ő most levált, 130, az 71. Ja, ott nem kell triplát dobni, hogy a végén duplára maradjál. Itt azért kell, jó, meg az is 51, van. 51. 18 vagy 10? 10 lesz. Dupla 20. Kiszáll 101-ről! 7-4-re vezet José De Souza. Ez a nem mindegy, látod, hogy... valaki előről dobja az ötköröst, akkor ott már négyet kell dobni ellene, négy köröst, hogyha nyerni akarsz. Százharmincnéggyel kezd Wright, két triplás kör az erős. És amit meg lehet figyelni ezen a mérkőzésen, mióta vezet egy-két, akár három leggel José De Souza, abszolút pihenőzemmódba tud kapcsolni a hátsó pályás legeknél, és amint megint ő kezd, már előrébb van, de nem csak azért, mert ő kezd, hanem azért, mert sokkal jobban játszik, mint a páratlan legekben, vagy páros legekben, mint most például. Igen. Ez egy nagyon tudatos taktikai húzás lehet a részéről, abból a szempontból, hogy ha sikerül neki ugye kialakítani egy ilyen előnyt, amiben már nem csak hogy legelőnyben van, hanem ugye break előnyben is van, akkor már tud így taktikázni egy játékos. Természetesen ez kétélű fegyver, mert nagyon észnél kell lenni, pillanatok alatt meg tud változni a helyzet, de hát mondom, nem elég, hogy José De Souza kezdte a mérkőzést, még ugye két break leget is produkált, miközben ez Peter Wright oldalán csak egy ilyen van, úgyhogy, és most itt nagyon rezeg a léc. Leteszi magát kiszállóra, biztos, ami biztos. Hát ott van, ugyanúgy ott van Wright nyakán, mint ahogy fordított esetben is van. Az a kérdés, hogy a skót be tudja fejezni. Egy tripla megvan, ez nincs, ez nagyon mellé ment. Ó, az is nagyon mellé, csak 90 marad. 90 pontra megy le, ez nem egy kényelmes helyzet. Na hát az lesz aztán az igazán nagy probléma Peter Wright szempontjából, hogyha Portugál még ezt a leget is elveszi tőle. 95. 66 pont a maradék. Fontos az első nyíl. Megvan a tripla 22 nyíl a dupla 15-re. De mit nézünk vajon? Nem tudom. De bedobta. Megvan egyébként, csak a kedves rendező kollega nem tudom mit akart. Két nyílból volt meg, az első
duplán, és nézd meg. És ez az De Souzától, még lehet, hogy a tempója is gyorsabb a saját legjeiben. 140 legalábbis a dobás ismétlésben gyors tempóra tud váltani, tehát amikor megvan a tripla, akkor gyorsan dobja utána az is 140. Duplákat, megy utána most Peter Wright. Tudom, amikor nincs, akkor ugye kicsit korrigálnia kell. Most megvan, és már mehet is utána. 100. 100 az nem rossz előről, ugyanúgy megdobhatja az ötköröst, ahogy az előbb. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy Wrightnak sikerül a hátsó pályára négy körös dobnia. 100. Ugyanaz a válasz. Valahol még egyszer dupláznia kell, tehát dupla-triplát dobnia Peter Wrightnak most következő Hopp. Körben, főleg így. Tunyán leesett. Főleg így. 41. Na itt a lehetőség. Ez egy nagy esély a világbajnok előtt. Csak itt már a 100 sem lenne elég. Úgy meg aztán pláne. Azt a mindenit. És most dob egy szektorhibát, hihetetlen. Ugyanúgy elrontja 55. a körét, nézd meg. Ugyanazt csinálja, mint De Souza. Tehát nagyot dob, kicsit dob, kicsit dob. Úgy meg nem lehet előnyt szerezni. Legalábbis nagyon nehéz. Itt a 80 pont már 100-zal nem egy 120-ra. Két triplás kerekítőre lenne szüksége Wrightnak. Egy megvan. 66-ra jöhet le. De nem tud, 106-a maradék, az sem jó. Annál még a 120 is kényelmesebb. Mert hogy a tripla megvan, jön a sima, és a duplával elmehet megint három leggel José De Souza. De nem most nincs meg a dupla. 106. Három szektort kell hozzá dobni a Wrightnak. A 20-as tripla, jöhet a kerekítő. 14. Dupla 16. Lehetőség most. De nem él vele Peter Wright! Visszajöhetett volna 7-6-ra, és lehet, hogy ez a 13. leg az, amit majd kulcsként fogunk emlegetni, mert könnyen lehet, hogy 7-6 helyett 8-5 lesz. Márpedig ez így van. Nem nagyon van benne az, hogy lenne visszaút, aztán persze csak a világbajnokról beszélünk, aki lehet, hogy káromkodik magában kettőt, leszidja magát, aztán fordít, de hát nem dob triplát az első körben, az első két nyílból, sőt az első háromból sem. De, De Souza sem. Az nagyon rossz érzés, amikor tényleg nagyon tepersz, próbálod visszahúzni a meccset, de az ellenfél az csak-csak jobb egy fokkal. És nem tudsz kapcsolni egy fokozatot. Most Peter Wright. Sokkal inkább saját magával szenved a skót, mint sem az ellenfelével. Persze, hát egyértelműen. Bár a dárc alapból ilyen sportág. Igen. 100-as. Továbbra is egyébként az a döbbenetes, hogy nagyon egyforma számokat mutatnak, csak hát ez a fránya, nézd, levette a szemüveget. Hát ha már nyilat nem cserél, valami történjen. Igen. Óriási figura. Főhúzta magát rajta, vagy nem tudom. De most ha azzal jobban fog játszani, akkor besírok komolyan. Akkor minek hord? Az előbb 140, a 140 volt az első szemüveg nélküli köre. Most is hűz meg! Nem, 180! Nem hiszem el! Mi van azon a szemüvegen? Valami optikai torzító van rajta? Vagy micsoda? Vagy ez tudod mi ez? Ez a placebo hatás. Ezt szokták úgy hívni. Nem biztos, hogy jobb egyébként, de elhiszi róla, hogy valami jobb. Történik. Hát tényleg, igen. És ki is száll, 86! 8 nyilla kiszállt, miről is? 100, hogy volt? 140, 188. 400-ról kiszállt. 80.
Tehát 400-ról szállt ki 8 nyillal. Igen. Szerényen. Ez hihetetlen. Figyelj, most ez. Na majd az lenne a szép most. Leborítja a meccset, fölborítja, teljesen nézzük. Figyelj, látod már? Ú, de kevény. Most annyira megy neki a játék, hogy már menne. Minél hamarabb odaállni. Puff, puff, puff. Az lenne a szép, most elmenne Wright 9-8-ra, lekapná a szemüveget De Souza, és visszafordítaná. Jó, oké. Száz. Az előző 80-as kiszállót nem nézzük, ez a 100-as volt a leggyengébb kör eddig a szemüveg nélkül Wrightnak. Igen, igen. Jön egy 140 De Souzától. Hát ezt nem hiszem el, hallod. Mi a bánatnak volt rajta a szemüveg, de most komolyan. 100. Most már rájöttem, ez a titok, nekem is le kell vennem a szemüveget. És akkor mit csináljak, ezzel, mit csináljak ezzel én? Ezzel küszködök 20 éve, hogy mi lehet a megoldás. Le kell venni a szemüveget, barátom. Ilyen egyszerű. Na. Na tessék, nem ezen múlott, 57. A következő pedig az lesz, hogy háttal kell dobnia, ha így sem megy. 100. Fú, de hogy hergeli magát? Igen, igen, próbálja magát kicsit felspanolni, de nem sok ideje van most már, ezért mondtam, hogy rögtön az elején meg kell fogni, mert... Elhiszed, hogy mindjárt visszaveszi? Nem, 100. Szerintem most már nem fogja visszavenni. Sokkal inkább elképzelni, hogy egy új nyilat vesz. Azt még mindig inkább elképzelem, mint hogy visszavegye. Nem hiszem, hogy visszafogja. 48 marad. Hát most ki kell szállni, mert De Souza ezt szerintem megoldja a 48-at, úgyhogy most ki kell szállnia. Megvan a tripla. Meg hozzá kétszer, dupla 12. Hát ez hihetetlen! És most jött ki belőle az, igen, amit az elmúlt két legben összegyűjtött magában. Ez hihetetlen! Hát ez komolyan mondom, szerintem ha ezt a meccset megnyeri Peter Wright, akkor lemegy a színpadra és ketté tapossa azt a szemüveget. Úgy, ahogy van. Vagy kidobja az összes néző közé. Ja, igen. Most legalább nem vesznél nézők között. Na, az viszont óriási kérdés, hogyha ezt megnyeri Peter Wright, a következő meccsre szemüvegbe jön neki. Nem tudom, ez jó kérdés. 60. Óriási. 60. Óriási. Százas. Na most hosszú idő után dobott egy nagyot De Souza, le kell váltania. Meg is van 137. Év szépen jön Peter Wright után. José De Souza. Na most viszont nem dob triplát. Ajjaj. 140 kell, de megint Souza. Baj, igen, mert kevés volt az, hogy visszajött, ahhoz a kezdést hozni kell, hogy az érjen valamit. Szerencséje van, nagyon úgy tűnik. 1-5, 96, az szépen oldalról benyeste oda a második nyíl mögé. De ez nem annyira előny még. Pláne ott így. Most a tripla, meg még egy. 180! Na itt is jön. 140 se gyenge, ám meg is dobja a portugál. És ki kell szállnia Peter Wrightnak. Akkor fog érni igazán nagyon sokat az a 144-hez, most megoldja. Az 3-as, ja nem, 19-es. Az direkt 57-re dobta rá. Igen, biztos, hogy nem a 25-re ment rá.
És a dupla 16. Megvan, és a dupla 16. És azt is megcsinálja, 8-8! Most már én mondom neki, hogy azt a szemüveget vissza ne vegye többet. És most már ebben a legben itt lehet látni ezt a reakciót, a dű picit átfordult pozitív adrenalin, vagy adrenalinba. 100-zal kezd de Souza. No, 95. Nem nagyon tud most rátenni egy lapáttal, de Souza a mondat végére csak összejön 140. Jön a tripla. Meg egy egyes. Súnya volt, az inkább a kezén múlt, mint a szemüvegén, az biztos, mert az nagyon lerántotta, de most viszont Souza is hibázik. Még egy kell neki, meg is van, 125-tel 136-ra. Az előny megint a portugálnál lehet. És jó eséllyel azért 6, sőt most már biztosan lesz 6 nyila a 136-ra. Úgy, hogy ráadásul Wright 225 ponton van. Az a kérdés, hogy mennyi energiát emésztett fel Peter Wrightnál ez a visszakapaszkodás 8-5-ről. El kell találni a tripla 20-at, mert is találja, 36 a maradék. Van a tripla 20, így a kiszálló is meg lesz majd. Még egy. Most ilyenkor jön. 180! Na most megdobja ez a Souza. Ojaj, dupla 9. Dupla 9! Hó, de nagy hiba a portugáltól! És csak erre várt Peter Wright, lehetett látni, hogy T-Rex hallgatja, hogy mi újság. Szerintem ez két nyílból megoldja Wright. Hát muszáj neki, ha nyerni akar. Háromból is jó. Kettőből már nem oldja meg. Bedobja! 9-8-ra vezet, mindenit, és ő fog kezdeni. Hát honnan jön vissza Peter Wright? Szemüveg nélkül. Akkor 8-5-nél vette le a szemüveget, vagy 8-6-nál? Hát most szerintem 8-5-nél. Ha nem olyan rossz. Hát és itt is van. Igen, mert ott nem tudott följönni 7-6-ra, és akkor ott szerintem ott szakadt el nála a cérna, és talált egy bűnbakot. Egyébként az a vicces ebben, hogy szerintem ez abszolút arról szól, amit beszéltünk, hogy valamit változtatni akart, és ez a legkézenfekvőbb, hiszen ezt használja a legkevésbé régen, ezt a szemüveges játékot, annak ellenére, hogy végigjátszotta így a Summer Series-t, de most ezen valami változtatást akart, nyilat nem cserélt. Egyébként szerintem a nyílt cserélgetés is placebo volt. Csak ugyanaz, persze. Ez egy egyszerű formája az persze. egésznek. Nem tudom, láttad, de a Home Tour alatt volt egy videó fönt, ahol végigvezetett egy stábot a lakásán. Hát én sírva fakadtam, amikor megláttam a falat. Közben De Souza a hátsó pályáról két darab 140-nel kezd. Igen, körülbelül nem tudom hány száz nyílkészlet, rengeteg nyílkészlet volt a falon. 98. Na, hova tud lejönni De Souza? Ő kerület először kiszállóra, de ez így kevés lesz. A bull az megvan szépen, 89-el 132-re. Ez a Medi említi, hogy azért azt se felejtsük, hogy a Summer Series nem színpados verseny, ebben igaza van, egész mások a fényviszonyok. Egy szemüvegben még akár tükröződhet is a reflektor. Úgyhogy... 60. No, 120-ra maradt Peter Wright. Ez most egy elég nagy kulcsfontosságú kör. Egyrészt, hogy De Souza le tudja rakni magát. Ez egy 9-essel kezd, ez nem túl jó. 103.
az most úgy szépen befigyelt, 49-re hagyta magát. De itt viszont 120 a mérkőzésért Peter Wright-nak. De nagyon össze kell szednie magát. 5-1 nyerhet zsinórban a skót. Kell a tripla. Ha ez megvan. Bedobja! És a meccsért! Hihetetlen! De felé dobja! De Souza! Nagyon régen dobott sikeres kiszállót. A kerekítő jó, dupla húsz, 2 nyíl. 14. nyíl. Dob egyes! Egyesbe, te jó ég! Hát te itt lesz a vége a mérkőzésnek, azt hiszem. Bizonyám! Ezt most már szerintem kihasználja a világbajnok. Vagy nem. Jó helyen van az. Fölötte. Benne van! Sokkal erősebb volt fejben Peter Wright, és az az igazság, a gesztusokból kiindulva ezt sokkal jobban akarta, mint De Souza. Ő pozitívan tudta hasznosítani az érzelmeit is, de Souzának meg nem nagyon volt, legalábbis látszólag nem. Igen, hát nagyon nagy esélyt szalasztott el a portugál 8-5-ös vezetésnél. Igazándiból nem tudott még egy fokozatot lépni úgy, ahogy ezt megtette Peter Wright, de bár mondom még egyszer, hogy neki valamit kellett csinálnia ehhez. Megtalálta, hogy mit csináljon hozzá, és ezt meg is tette. Ez pedig azt jelenti, hogy Glenn Durant ellenfele Peter Wright lesz majd, mi viszont hamarosan jövünk vissza az utolsó meccsel, és kiderül, hogy Michael Smith, vagy pedig Johnny Clayton csapja össze Mansoor Sujovicsal. Néhány perc szünet, és folytatjuk.